Szóval, üdvözlök mindenkit, én Steve Burns vagyok, és hát itt lennénk a... Na, jól indul a videó, itt lennénk, ha akkor fogom a kezembe, itt lennénk a Nádasfalva következő részén, és egyrészt kicsit távolabb megyek a mikrofontól, mert tudom, hogy répes lesz, és nagyon szar lesz, és így most a videó elejét szeretném ilyen kicsit beszélgetéssel kezdeni. Tudom, úgyse fogják annyira sokan megnézni ezt a videót, szóval ilyen fontosabb dolgokról nem annyira beszélek, mint videós sorozatok, stb. De így a csatornával kapcsolatban nagyon sok dolog fogalmazódott meg bennem. És ezek közül például néhányat szerintem már ti is észrevettetek. Mint például az, hogy nagyon-nagyon, de nagyon ritkán van az, hogy tényleg időben megjelenik a videó, hogyha van videó, és tényleg úgy vannak a videók, hogy úgy látszik, mintha így nem nagyon akarnék vele foglalkozni, vagy stb. Ami igazából nem az, hogy nem akarnék vele foglalkozni, csak nagyon sokszor vagyok úgy, hogy én igazából hoppá. Te meg itt ki vagy. Te itt horgászol, jól van. De szóval, hogy nagyon sokszor vagyok úgy vele, hogy igazából én leülnék videót készíteni, csak nincs úgymond motiváció felé. Tehát, hogy nincsen ötletem, és igazából meg kedvem se beszélni. Szóval emiatt nagyon sokszor elmaradnak a videók. Másrészt pedig az időhiány, ugye, meg én is szeretném ugye most a szünetet azzal tölteni, amivel jól érzem magam, meg stb. Ettől függetlenül egyébként bele tudnám rakni a videókat így napirendbe, stb. De az a gond, hogy egy videó készítésen állam úgy megy, hogy ezt egyrészt fel kell venni, ami még egy nem kevés idő egyébként, tehát egy órás felvételek szoktak lenni kb. Akkor még meg is kell vágni, ami plusz egy óra munka kb. Sőt, néha több. Tehát ilyen két óra körül szokott lenni. Akkor még index készítés, YouTube-ra feltöltés, ugye szóval ennek azért van egy olyan folyamata, amihez így energia is kell. Mert most az, hogy én felveszem a videót, az egy dolog, de azt ugye még utána vágás, stb. Mindegy, ebben most nem akarok belemenni, aki szokott videózni, az nagyon jól tudja, hogy ez hogy megy. Már aki foglalkozik is a videókkal, ugye? Szóval emiatt nincsenek videók. Mert nagyon sokszor semmi ötletem nincsen, motivációm se, úgyhogy... Ja, ez a videó is csoda, hogyha pénteken ki fog menni, ugyanis sütörtökön veszem fel. De mindenkit megnyugtatok, hogy nem haltam meg, csak elvesztettem így a motivációmat. Na de, mikrofon a szar, ezzel nem tudok mit csinálni, majd valahogy meg kell szerelnem az állványt is, meg most már vezetéke is szarakodik, szóval elég érdekes, távolabb kell beszélnem tőle, mert ugye eddig mindig bele kellett rakni a popámba, hogy normálisan hallatszódjak, de most meg távolabb kell tőle lenni, úgyhogy elég érdekes dolog, de ez van. Na de akkor kezdjünk bele, ugye? Remélem nem lesz annyira hangos. Meg közben itt... kicsit tegnap ideges lettem. Ugyanis... nem akar működni a fejhallgatom. És ez egy ilyen kisebb probléma, úgymond. Remélem nem lesz annyira hangos. Szerintem nem lesz annyira hangos a játék, mert rohadt hal. Na de hogy... Remélem ez nem lesz egy olyan nagy probléma, hogy most más fejhallgatót használnak, vagy inkább fülhallgatót. Mert... mert egyszerűen nem akarja értékelni, ugye USB-s fejhallgatóról beszélünk. És nem ismeri fel a Windows. Konkrétan annyit csináltam, hogy egyszer kihúztam és bedugtam. Tehát véletlen kihúztam az USB-ből, és hát azóta nem ismeri fel. Úgyhogy ha valaki tud erre valamit, akkor ez nyugodtan megírhatja egyébként, hogyha addig nem sikerül megszerelni. De hogy újat nem fogok venni, az biztos. Mindegy, ebbe most nem megyünk bele. Közben azt nem tudom, hogy miért én aratok. Meg ezt be szoktam állítani segítőre. Mindegy, most egy kicsi aratás is belefér a videóba. Szerintem legalábbis.
ott az MTZ is. És akkor szerintem majd bevisszük a telepre a árpa, az igen árpa. Szóval, ja. Egyébként nem, olyan, nem azért ilyen a hangom, mert meg vagyok fázva, csak még reggel van. Szóval, ezt így nézzétek el nekem. Na, akkor ezt gyorsan kiürítem itt az MTZ-be, beállítom a segítőt, és akkor MTZ-vel bemegyünk a telepre. Ezt behordjuk a szemet. Aha, jó. Tele is lett a pótkocsi, úgyhogy mehetünk. Én meg amit még akartam mondani sorozatokkal kapcsolatban. Ugye, amiatt is most nem volt időm előbb felvenni a videót, mert ugye a Twitch-en mostanában így nagyon aktívkodok. Ugye, meg valami csodának hála így elindítottam egy... Haladjá. Szóval elindítottam egy Minecraft SMP sorozatot, igazából stream sorozat, úgyhogy úgy kell. Kicsit hangos. Jó. Reméljük, hogy nem lesz túlzottan hangos, elég kicsi a kormány. Ez elég érdekes ez a kormány méret, na mindegy. Talán fejből tudom, hogy merre kell menni a telephez. Na, várjatok, ez nekem nagyon hangosnak tűnik. Ezt mindjárt megnézem a videón, ezt várjatok meg. Jó, szerencsére semennyire nem hangos, úgyhogy haladhatunk tovább. Csak nekem tűnik hangosnak így a játékban. Mert az OBS, ugye tudjuk, hogy szeret huncutkodni. Egyébként belső nézetből tök jól lehet így vezetni. Csak most az a furcsa, hogy mivel másik fülhallgatót használok, emiatt így lejjebb kellett engedni az székemet, hát elég fura, maradjunk annyiban, hogy így a pofám előtt van a kormány, de most tekintsünk el. Hol a tökönben van a siló? Persze, hogy nem tudom megnézni, nem itt. Mi? Ott van valahol a siló. Jó, egyébként itt most nem tudom, hogy konkrétan ide a szárítóhoz kell vinni. Vagy esetleg itt külön vannak silók, de ezt mindjárt megnézem egyébként, mert szerintem külön is be lehet raktározni, mint ugye FS3-on repce. Nekünk árpát kéne keresni jelenleg. Napraforgó, hát ez még nem. Árpa! Kinyílik? Nem, ezt nekünk kell kinyitni valószínűleg. Aha, nekünk kell kinyitni. Jó, akkor ezt így szépen ide... Kicsit idegesítő, hogy nincsen manuális motorindítás cucc. Még mindig nem vettem ki egyébként. Kó. Jó. Közben F1-et. Nem tudom berakni az F1-et. Nekem nem mutatja az irányítást, és az baj. Jó, de le tudom üríteni, az a lényeg, szóval... Már van egy pár liter árpánk. Azt hiszem 24 ezer. Úgy ez nekünk kifejezetten jó. Ugyanis ebből nagyon nagy profitra tehetünk majd szert. Ez komoly az MTZ, hogy eltolja a pótkocsit. Ó, na itt hogy fogunk kiférni? Jó, kiférünk. Nem férünk ki, bazd meg. Na! Gyerekek, most jön a szipi-szopi. Ameddig itt arat nekünk a kombány. Ezeket adnak ki kell szer... Jó. Sikerült. Nem pont úgy, ahogy terveztem, de sikerült, az a lényeg. Akkor gyorsan visszamenjünk az MTZ-hez. Azt tudom, hogy vetéssel fejeztük be. Még van egy föld talán, vagy kettő, nem tudom, pár föld még van, ami fel kell majd kultizni. De azt egyelőre szerintem hagynám, mert most annyira nincsen kedvem hozzá. Inkább az MTZ-vel ügyködünk itt. Eléggé szar mod, de nekem megfelel. Egyébként a logot már meg sem nézem inkább, hogy mennyire loghibás, de... Hát majd meglátjuk. Aztán lehet, hogy valamilyen magot el kéne majd vinni eladni, mert elég szarul állunk anyagilag, ugye? És kéne valamiből a pénz. Az is, mert pénzből élünk, ugye? És kérnének majd új gépek, leginkább MTZ-k, mert ugye hát azok ilyen univerzális traktorok lényegében, akármire tudod használni, amire csak akarod.
Úgyhogy azokból szeretnék majd egy párat még beszerezni. Ugyanis van pár modom is, amiket most mindjárt átnézik egyébként, mert az első rész óta nem jutottunk el odáig. Persze ilyenkor működik a manuális motorindítás. Ilyenkor működik. Isten áldja meg. Na. Szóval, sőt, akkor ha itt tartunk, akkor egy olyat csinálnék, hogy... csinálnék egy indexképet. Ha nem problematika. Szóval akkor itt megmutatom a modokat. Még lehet, hogy nem itt kéne megnézni, hanem a modoknál. Itt a traktorok. Ugye vannak ezek a, hát elég olcsó szarmodok, de most inkább hagyjuk. Ezekből is majd lehet, hogy valamit fogok venni, de szerintem nem annyira, esetleg rábas tejeget, de hát az meg mászkál, úgyhogy azt így messziről el kell kerülni. Vannak dutrák. Ugye 28-asból majd egyet legalább, hogy beszeretnék szeretni, mert jó kis forsítok. Ezekből is itt vannak elég jók, ugye? Akkor ugye a Classic Spec, ez is egy nagyon fontos dolog, bár mondjuk ezekből nem felül fogunk venni, mert ilyen mindenféle traktor van, csak nem magyar. Például a Deutz is, meg ezek, tehát ez inkább ilyen német traktorok vannak benne. Úgyhogy ezeket inkább hagyom, vannak jó kis dondírok. Ebből nekünk majd ez fog kelleni, mert ez vagy egyébként ezeknek át kellett írnom az árát, mert eléggé, hogy mondjam, más volt az ára, mint a valóságban. Tehát ezek valós árak, amiket itt beírtam neki. Próbáltam mindig a valóság szerint így átírni a, hogy mondjam, ezeket az értékeket. Akkor van itt egy kirovetszünk, ennek gondolom már, de ennek, tehát gondolom a zárából, hogy ennek valós ára van, ugye ez van most meg nekünk. Vannak jó kis Mercedesek, ugye ezeket is egyébként nagyon szeretem. Hát ebből hát nem nagyon fogunk venni, mert 22 ezer euró, amit még nem tudunk megengedni magunknak. Itt van még egy 82-es, nagyon sok 50-es és 52-es MTZ. Akkor itt még a vége fele is vannak finomságok. Itt van ez a rába, amit most használunk. 150-es. 150-es, 250-es, de hát az inkább hagyjuk, mert beleszállok. Hiába van ilyen jó leírása, meg minden. Nagyon-nagyon szar mod, mert laggoltat, mint az állat. Tehát beleszállsz, elindul, és úgy elkezd laggolni a játék, mint az állat. Van egy kis fülkés 80-as, ezt valószínűleg majd fogunk venni. Egy rakodós MTZ, ez biztos már, hogy benne lesz a gépparkba. Még van egy mod, aminek majd át kell írnom a zárát, mert tudja, hogy nem ennyibe kerül. Tehát ennyiért jó formán egy mai John Deere-t veszel, úgyhogy ez tudja, hogy nem ez az ára. De itt van egy oldtimer verzió belőle, egy ilyen UTV-ban. Van egy másik Dutra V28-as, és igazából kb. Sem ennyivel nem tud többet, sőt még egy kicsit. Bazd meg, én mit vettem? Ó, Istenem! Jaj, de jó, még ezzel is le kellett rontanom. Ó, Istenem! De, érted? Nem az van, hogy... véletlen kétszer rányomsz, azt már, na mindegy. Még van egy ilyen Urtus, amit most véletlen megvettem, de el is adtam, mert nem kell még. Egy jó kis Zetorunk, és... nyilván Zetor a Crystal. Jó kis sorha turbo, és egy ebben a Zetorból már ugye van egy, valószínűleg egyébként ezt fogjuk eladni és ehelyett megvenni majd ezt, de egyelőre még hagyjuk ezt a dolgot. Vannak itt terraadók, ugye Zilt azt raktam be, van itt fahordós, minden tökön van, ekik vannak ugye ezek a rábához. Ugye nyilván a... Hogy hívják ezt a... Farming Classics-os cuccot. Trágyaszóró, ez is gondolom Farming Classics. Viszont ez kicsit így... Hogy mondjam, ilyen régi este, ezt valószínűleg meg fogjuk venni, mert illik a
gépparkba, és akkor már nem vennék meg, hogy igazából ilyen Farming Classics-os dolgok vannak. Betakarító gépeknél ugye van nekünk egy 106-osunk, itt van, aminek hát nyilván nem valós az ára, de hát ezt most nem is akartam átírni, mert mivel alapgépnek adtam meg, így nem annyira akartam ezzel foglalkozni. Vannak 105-ös dominátorok, ezeket majd a 106-os mellé megvesz. És hogyha majd nagyon, mit tudom én, így felfejlettünk arra a szintre, akkor majd egy 108-as dominátort is beszerezhetünk, és úgy, hogy a 106-ost azt eladjuk, mert kurva nagy ennek is az ára. Szóval jelenleg itt tartunk, így modok szintén, hogy így van néhány vetőgép például, tehát tényleg itt annyira sok mod még nincsen berakva, még itt pótkocsiból van egyébként a legtöbb szerintem. Akkor van Lada, Lada már, Moszkvics, de egyébként majd Ladát is akarok berakni, meg akkor van Ikarusunk. Ha meglátom, a klassznak van egy ilyen, hogy hívják azt? Mindegy, most nem nevezem meg. A vágóasztal szállító, na az. Közben az meg megtelt, és szopja le a pénzünket, úgyhogy jó lenne, hogyha... És még mindig idősít, hogy nem tudom... Hoppá! Mit hoztam én elő? Na jó, most láthatjátok, mennyi FPS-en van. Na akkor gyorsan oda megyünk. És kiürítjük a... Last. Ja, Start Engine. Ez kicsit idegesít, hogy nem mutatja a irányítást. És ez F1 nem csinál semmit, mondjuk, ez egy kicsit idegesítő tud lenni. De ez van. Na, akkor első ürítés. Nézzük, hogy... Ja, mondjuk be kéne szállnom, mert ugye nincsen berakva a segítőnek. De mondjuk ez tetszik, hogy nem ürít úgy, hogy nincsen beindítva a motor, tehát ez kifejezetten pozitívum. Az FS 17-hez képest. Annyi gondolom úgy van megcsinálva a mod, hogy ne lehessen úgy üríteni. Szóval ez még mindig nem a játék érdeme. Jó. Megvan az ürítés, szerintem haladhat is tovább a kedves kombájnunk. Aztán ugye, úgy tudta, hogy beleürít valamit a második pótkocsiba is, mert ilyen rakott szállt már ez a kis... Klassz, na mindegy. Hát még elég sok minden van hátra a földből, Jézusom, de sok. Hát igen, tehát ez nagyon sok részen keresztül fog ez a föld arattás alatt állni. Az komoly. Várjál, itt valami baj van az első kerékhajtásra. Nem akar működni. Mi a tökön van? Hát nem mozog a karb, nem mindegy, ez most. Hagyjuk ezt. Jó. MTZ-t itt hagyom. És nem tudom, hogy mit csináljunk következőnek. Kultizni most nem akarok. Ugye átnézem a földeket egyébként, hogy mi hogy áll. Mi? Ja, visszafele kérdem, hogy akarok mi növekedés. Betakarításra kész. Most betakarításokat hagyjuk, mert nagyon, de nagyon sok van. Jó, az a piálni, meg basszus, nem növekedés, hanem akkor termésfajták. Na. Azt hiszem ezt a földet kultisztam fel, tehát ezen nincsen semmi, de repce van rajta, mert azzal vetettük be. Napraforgó, azt ugye mondtam, hogy maradhat, mert igazából majd ha lesz olyan vágóasztalunk, akkor le tudjuk aratni. Akkor burgonya, cukorrépa, basszus, még hát jól sejtettem, sőt itt még vannak ilyen kisebb földek is, itt is még kettőt látok kapásból, amit kultizni kell. Meg itt vannak nagyobbak is, még egy föld, hát itt ebből lesz munka, elég rendesen. Úgyhogy mindegy, ezt majd szerintem videón kívül megcsinálom, most videóban nem akarom ezzel húzni az időt. Mert úgy is volt már ebből annyi timelapse van minden, hogy hú, na mindegy. Hagyjuk, most kicsit foglalkozunk a management részével. Akkor azt hiszem itt lehet megnézni az árakat is. Itt láthatjuk, hogy miből mennyi van. Árfából ugye most hoztam elég sokat.
azt még nem is fogom eladni. Amiből hát nem fogunk valószínűleg szerezni, az a burgonya és cukorrépa, azokat szinte meg is adhatjuk a rákba. Eladóhely. Na. Máshol nem lehet eladni. De itt is még vannak árak, megnézzük, hogy melyikek a jobbak. Először szerintem majd nézzük a burgonyát. Itt a Malon Potato. Malon Potatónál sokkal jobb áron adják. Purina Potato. Jó. Hát akkor itt 7,92 és máshol is 7,92-ért adják el tonnánként. Úgyhogy szerintem ezt a Malon Potatót, ezt jól lenne megközelíteni. Ami kicsit idegesítő ebben a játékban, az egyrészt az, hogy egyben vannak rakva, mint a kurva élet, az az egyik idegesítő dolog. A másik pedig, hogy térképen külön nem tudod bejelölni, sőt megnézni se, hogy melyik. Csak így, hogy kinagyítod a térképet, de így meg egyben vannak ugye folyva, tehát így meg nem tudod kikövetkeztetni pontosan, hogy melyik az. Ja, de basz. De jó, hogy ide jöttem. Szóval, ja, ez egy kicsit idegesítő dolog. Meg a másik az, hogy nem tudom eltüntetni a térképet. Jó, vannak ilyen érdekességei az FS15-nek, de ezek ilyen másodlagos dolgok. Akkor nem tudom, hogy mit csináljunk igazából. Na most nézem, hogy semmi olyasmi nincsen, amivel komolyabban kéne foglalkoznunk az aratáson kívül. Az aratás pedig szerintem nem tudom, videón kívül fogok vele szenvedni, mert addig lesz pár videó, ameddig ebből újra rész lesz, úgyhogy nem tudom. Szerintem, én még nem mondom azt, hogy vége van, vagy vége kell, hogy legyen a videónak, közben csinálok egy olyat, hogy a vezetéket beljebb tolom, meg akkor már kezembe fogom a mikrofont, hogy jó legyen. Hallod? Nekem azt nem mondja senki, hogy ez most telt meg. Tehát én ezt nem fogom elhinni, hogy ez már most megtelt. És Geszi már most megtelt? Mi a tököm? Na jó, mindegy. Szerintem én itt a videót befejezném. Tudom, hogy nem volt olyan tartalmas. Most inkább csak feljöttem, játszottam egy kicsit, azt ennyi, de tényleg most ennyihez volt így kedvem, meg így ennyit tudtam csinálni, na, most abból nem akarom azzal húzni a videót, hogy beszélek a semmiről, meg hogy aratok, mert az aratás az majd megoldom videón kívül, szóval, ja. Ez a rész így ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!